Tisztelt Országgyűlés, napi rendelőti felszólása jelentkezett Toroszkai László képviselő, a Mi Hazánk képviselőcsoport frakció vezetője, aktuális közügyek címmel. Önne a szó, frakcióvezető úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, én azt gondolom, hogy Magyarországon az emberek évtizedek óta megtanulták azt, hogy a sorok között kell olvasni, és a rendelkezésre álló médiumok egyik fele a kormánypártokhoz kötődik, a másik fele pedig a balliberális globalista oldalhoz kötődik, és mind a két fajta média birodalom próbálja manipulálni az embereket, próbál cenzúrázni, próbál hazudni. És hosszú évekkel ezelőtt azt gondolhattuk nagyon sokan, hogy ebből a borzalmas manipulációból az egyetlen kiút a közösségi média lehet, mert hogy ott majd cenzúramentesen el tudjuk mondani a véleményünket. Azóta kiderült, hogy ha lehet azt mondani, még brutálisabb a cenzúra ma már a közösségi médiában, mint mondjuk a kommunista diktatúra idején. És én azt gondolom, hogy szintet lépett a cenzúra, és ez a fajta manipuláció akkor, amikor ma már Magyarországon újságírókat cenzúráznak akkor, hogyha véleményüket elmondják, vagy például, mint ahogy néhány nappal ezelőtt történt, Ceglédi Zoltánnal, aki publicista, politikai elemző, és még véletlenül sem Mi Hazánkos, vagy Mi Hazánk közeli, sőt ideológiai értelemben azt gondolom, hogy egészen ellentétes oldalon állunk, mégis megpróbálta leírni a nevemet a Facebookon, mire a Facebook megfenyeget és különböző büntetéseket helyezett kilátásba, ezért nem mondhatta el a véleményét mondjuk a Mi Hazánk mozgalom frakciójáról, vagy akár rólam. Ungvári Zsolt publicista a Mandiner című médiumban fakadt ki emiatt, a cenzúra miatt, de én nagyon-nagyon sok ilyen újságíróról és médiumról tudnék beszámolni, akiket az elmúlt években egyszerűen a nevem megemlítése miatt cenzúra érte a Facebookon, vagy akár törölték az oldalukat, vagy azóta a különböző korlátozás alatt állnak, és az algoritmus nem engedi az ő híreiket terjeszteni, miközben semmi közünk egymáshoz, sőt, politikailag sok esetben kifejezetten, ahogy mondtam, ellentétes oldalon állunk. Ez a fajta cenzúra nem rólunk és nem rólam szól, hanem a magyar demokráciáról, a szólásszabadságról, a véleményszabadságról szól. Egészen példátlan az, világviszonylatban sem nagyon tudok arra példát mondani, hogy egy parlamenti pártról, vagy a parlamenti párt frakció vezetőjéről nem lehet leírni semmit, illetve bocsánat, ez nem egészen pontos, ugyanis hogyha ezek az előbb említett médiumok, legyen az kormánypárti, legyen az balliberális, globalista ellenzéki, hogyha valami nagyon rosszat akar írni rólunk, vagy akár rólam személy szerint, az érdekes módon azért ott marad a Facebookon. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egyszerűen cenzúráznak, hanem arról van szó, hogy beavatkoznak a magyarországi demokratikus folyamatokba, a választásokba. Ez annál is inkább igaz, mert 2019 európai parlamenti választási kampánya óta áll fent ez a helyzet, amelyről azóta bizonyítékokkal be tudtuk bizonyítani, hogy ez a tiltás, ez a fajta cenzúra a Facebook esetében azért történt meg, mert az egyik rivális párt, jelesül a Jobbik képviselői és pártigazgatója működtetett egy olyan valószínűleg közpénzből fizetett hálózatot, akik egyszerre jelentették azokat a posztjaimat, amik egyébként semféle szabályba nem ütköztek. Ezért történt a tiltás, azóta sem hajlandó a Meta, ugye a Facebook és az Instagram mögött álló cég változtatni ezen a gyakorlatán, ezért bepereltem Magyarországon, és van jogerős ítélet, ami alapján az Instagram oldalmat vissza kellene állítani, de ezt a jogerős magyar bírósági ítéletet nem hajtja végre a Meta. Egyszerűen packázik a magyar bíróságokkal is. Ilyen állapotok vannak ma Magyarországon, és hogy miért kell erről beszélnem? Azért kell erről beszélnem, mert életbe lépett, hatályba lépett az úgynevezett DSA rendelet, tehát a digitális szolgáltatásokról szóló Európai Uniós rendelet, amely jegeli, befagyasztja ezt az állapotot, magyarul bármit megtehet a szilícium völgyből, egy milliárdos Magyarországon befolyásolhatja a választásokat, és önök semmit nem tesznek ez ellen. Önök úgy akarják jogharmonizáció keretében beültetni itt és a parlamentben ezt a Mi Hazánkon kívül mindenki el is fogadta, ezt az Európai Uniós rendelet, hogy Magyarországon semmilyen joguk nem lesz a felhasználóknak innentől kezdve, nem perelhetik Magyarországon ezeket a cégeket, ezeket az óriás nemzetközi cégeket, hogyha bármilyen jogsérelem éri őket, bármilyen közösségi média felületen. Ez egészen elképesztő, fölháborító, és azt gondolom, hogy ez ellen a kormánynak már valamit kellett volna tenni, és még mielőtt majd azt válaszolják, hogy Brüsszel tehet erről, és önöknek nincsenek eszközei, szeretném arra felhívni a figyelmet, mi elolvastuk ezt a DSA rendeletet, hogy ebben van legalább egy minimális lehetőség, hogy fel kellene állítani civil
civil szervezetekből önöknek, a parlamentnek, illetve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak olyan szervet, ahova felhasználók fordulhatnak, hogyha jogsérelem éri őket. Ezt a mai napig nem tette meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, hiszen vár az országgyűlés jóváhagyására. Ez az önök felelőssége. Köszönöm, tisztelt országgyűlés! A kormány nevében Dömötör Csaba, államtitkár úr, miniszterhelyettes kíván válaszolni. Ön a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Valamiben egyetértünk, valamiben pedig nem túl nagy meglepetés, nem értünk egyet. A kiindulási pontként azt fontosnak tartom elmondani, hogy a magyar nyilvánosság kellőképpen sokszínű, sokkal sokszínűbb, mint bármikor korábban, ezért mindenki elmondhatja a véleményét. Viták természetesen ettől függetlenül a magyar nyilvánossággal, a magyar média viszonyokkal kapcsolatban folyamatosan vannak, azt is mondhatnám, hogy ez az örök viták birodalma. Talán az ön felszólalásának is az az oka, hogy mindannyian érzékeljük, hogy a nyilvánosság alapvető módon megváltozik. Az információk jelentős részét az állampolgárok most már digitális eszközökön, közösségi média felületeken keresztül szerzik be, és ez a szabályozókat, a döntéshozókat is egyébként újfajta dilemmák, kihívások elé állítják. Azért is, mert a digitális tartalomszolgáltatók, illetve a közösségi médiumok jelentős része hajlik arra, hogy monopóliumként viselkedjen, és azt is látjuk, hogy az ezzel kapcsolatos kihívásokat a törvényhozók a világ jelentős részén még nem mindenhol fedik le, miközben folyamatosan törekednek arra, hogy az újfajta jelenségekkel foglalkozzanak. Magyarország sem kivétel. Adódnak kérdések. Például az, hogy egy közösségi médium cenzúrázhat-e? Megvan-e hozzá a joga? Nagyon sokszor, szerintünk nem, de nagyon sokszor úgy viselkednek, mintha magánterület lenne a közösségi média, és ott bárkinek felvetései vannak, mondjuk cenzúrával kapcsolatban, akkor szépen azt mondják, hogy el lehet innen menni, nem muszáj itt tagnak lenni. Szerintünk ezzel foglalkozni kell. Adódik az a kérdés, hogy befizetik-e az adókat? Mert hogy nagyon sok esetben felmerül a gyanúja annak, hogy nem fizetik be az adókat, adóelkerülő magatartásokat folytatnak, adóparadicsomba jegyzik be magukat, vagy legalábbis olyan európai országokban, ahol teljesen más az adóterhelés, tehát miközben a tevékenységüket itt folytatják, máshol adóznak sokkal kevesebbet, tehát sokkal kevesebb adó folyik be az állam kasszába. Egyébként ez minden európai országban, kivéve az adóparadicsomnak minősülő országokat elég nagy fejtörést okoz. Aztán adódik az a kérdés, hogy hogyan lehet gátat szabni a gyűlöletbeszédnek ezeken a közösségi média felületeken, vagy éppen hogyan lehet gátat szabni az álhírek terjedésének. Hát emlékszünk a járvány alatt, mekkora fejtörést okozott az, hogy álhírek mentek keresztül kasul az internet világában, a remény nélkül, hogy ezeket az álhíreket egyébként érdemben fülön lehetne csípni. Talán ebben a jelenségben is egyetértünk, hogy ez ellen küzdeni kell. Aztán ennek egy alkérdése, hogy hogyan lehet elejét venni annak, hogy gyűlöletbeszédre való hivatkozással megszüntessenek, vagy elhallgattassanak bizonyos hangokat az interneten. Azt a jelenséget is látjuk, hogy nagyon sokszor csak hivatkoznak a gyűlöletbeszédre, miközben a valódi szándék az az, hogy elhallgattassanak bizonyos hangokat, és alapos a gyanunk arra, hogy sokkal nagyobb a szándék arra, hogy jobboldali keresztény konzervatív hangokat elhallgattassanak a közösségi médiumokban. Tehát, hogyha ön azt a kérdést teszi fel, hogy a kormány foglalkoztatja-e, hogy az újfajta médiumok, újfajta közösségi médiumok bizonyos hatásait, gyakorlatait szemügyre vegye, és amennyiben ezek korlátozzák a nyilvánosságot, akkor fellépjen, akkor a válasz az igen. A gond az, vagy a probléma az, a kihívás az, hogy Magyarország egymaga, mivel itt globális médiumokról van szó, alig ha tud kellő hatékonysággal fellépni. Ezért önmagában az a tény, hogy az Európai Unió foglalkozik ezzel a kérdéssel, szerintem előremutató. Csak a probléma az, hogy miközben azt állítják, hogy a nyilvánosságot próbálják erősíteni, nagyon sok olyan rendelkezést hoznak, amely valójában szűkíti a kormányok, a nemzetállamok mozgásterét, és valójában szűkíti
a nyilvánosságot is. Tehát, hogyha ön azt állítja, hogy a magyar kormány teljesen egyetért az Európai Unióban most tárgyalás alatt lévő médiát, közösségi médiumokat érintő szabályozással, akkor az nem állja ki a valóság próbáját. Nekünk itt ebben az ügyben még nagyon-nagyon sok vitánk lesz, és hogyha bárki szűkíteni próbálja a nyilvánosságot, hogyha bárki bármilyen hangot megpróbál elhallgattatni, akkor a magyar kormány fel fog ellene lépni, és hogyha egyébként a szuverenitásunk védelméről van szó, akkor minden lehetséges eszközzel fel fogunk lépni, ezért is állt fel, ezért is fogadott el az országgyűlés egy olyan törvényt, amely alapján a szuverenitás védelmi hatóság megkezdhette a munkáját. Hát mindenben nem fogunk egyetérteni, de talán abban igen, hogy a szuverenitásunk védelme az elsődleges. Köszönöm a figyelmet.